Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Kik voltak az Isten fiak és emberek leányai? A keresztények értelmezése szerint az Isten fiak az Isten félő Sétnek a fiai, az emberek leányai pedig Káin leszármazottai. A középkori zsidó magyarázat szerint az Isten fiak előkelő hatalmas emberek, akik nagyon közönségesen viselkednek és járnak el az alsóbrangú emberekkel szemben. Hová vezethet az, ha egy hívő férfi olyan nőt vesz feleségül, aki idegenkedik az Isten szerinti élettől? Élhet-e egy nő bensőséges lelki közösségben olyan férfival, aki unatkozik a hívők között? Szerintem érdemes arra várni, hogy az Úr szerezzen hozzánk illő társat.